Emlékmenet a doni hősökért, több mint 100 kilométeres túrával emlékeznek a 75 évvel ezelőtti doni katasztrófára a megyében. Újabb online ügyintézés a NAV-nál, papírmentes, internetes ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szakácshiány, a KSH adatai szerint közel 5% a vendéglátás területéről elvándoroltak aránya. Több mint 100 kilométeres menettel emlékeznek a 75 évvel ezelőtti doni katasztrófára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Imáron 6. alkalommal szervezték meg a kisvárdai honvédsulisok a doni emléktúrát, ami szombaton indult Nyíregyházáról. A hagyományőrző ruhákba öltözött résztvevők 18 település érintésével 4 nap alatt teszik meg a távot. Kedd délután érkeznek a záróállomásra, Vásárosnaményba. Az emléktúrával a II. Világháborúban a doni offenzívában elesett 100 000 magyar katonának állítanak emléket. Koszorúkat helyeztek el Nyíregyházán az országzászló téren a II. Világháborús emlékműnél. A megemlékezéssel indult a megyei Doni emléktúra. Idén közel 400 fővel 6 régióba rendezik meg a 18. Doni hősök emléktúrát. Ebben az évben rendhagyóan a különböző csoportok nem egy időben, hanem 3 egymás követő hétvégén teljesítik a kijelölt útvonalakat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kisvárdai honvédsulisok 6. alkalommal szervezték meg az emlékmenetet. Idén 100 kilométert tesznek meg a résztvevők 4 nap alatt 18 települést érintve. Gyakorlatilag végig gyalog megyünk, és végig gyalog tesszük meg ezt a távot. Tornatermekben alszunk meg a 25 kilométeres blokkok végén. Minden érintett települést, sen a II. Világháborús emlékműnél megemlékezéseket tartunk. Tulajdonképpen a Donkanyari offenzívára emlékezünk. A Donkanyari offenzíva 75. évfordulója van most. A gyerekek hagyományőrző ruházatban hajtják végre a menetet, illetve civil ruházatban. Megjelenítjük a magyar királyi II. Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezredet, illetve megjelenítjük az önkéntes ápolónőket, akik ugye segítették kint a frontvonal mögött a bakákat, és a munkaszolgálatosokat. A menettel a doni katasztrófára emlékeznek a résztvevők. 75 éve 1943. január 12-én indította meg a támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, melynek következtében a 207 000 fős II. Magyar Hadsereg mintegy 100 000 katonája vesztette életét. Egy hatalmas tragédiája nem csak Nyíregyházának, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar nemzetnek is, hiszen rengeteg olyan ember, rengeteg olyan leendő családfő nem térhetett haza, aki aztán ma a magyar nemzetet gyarapíthatta volna. Kettős jelentősége is van ennek a doni emlékmenetnek, egyrészt ugye az emlékezés a hősökre, másrészt pedig a fiatal generációk által is nagyon örültem annak, hogy ebben az emlékmenetben nagy részt gyerekek voltak. De nagyon fontos az, hogy ezt a feladatot, ezt az emlékezésnek a feladatát át tudjuk örökíteni a következő generációkra, hiszen soha nem szabad elfelejteni a hőseinket, és soha nem szabad elfelejteni azt, hogy milyen tragédia történt, és nekünk az a feladatunk a jelenben, hogy megtegyünk mindent azért, hogy még egyszer ne fordulhasson elő. A szervezők azt is kiemelték, a megemlékezés azoknak az embereknek is szól, akik látják a menetet, akik megemlékeznek és csatlakoznak a megemlékezőkhöz, és akik kifejezik tiszteletüket a kornak, a történelmi tanításnak és a magyar nemzetnek. Az emlékmenet kedden délután érkezik utolsó állomására, Vásárosnaménybe. Papírmentes online ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ez nem kötelező, csak egy lehetőség az adózók számára. A NAV szakemberei az online rendszereket részesítik előnyben a személyi jövedelemadó bevallása során is. Ezért azt javasolják, hogy amennyiben valaki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, március 19-ig regisztrálja magát. Kiutalási ellenőrzések esetében januártól azoknak az adózóknak, akik rendelkeznek elektronikus aláírással, lehetőségük van az elektronikus ügyintézésre is. A rendszer bevezetésével az ellenőrzésre kiválasztott adózónak nem kell az iratanyaggal felkeresnie az adóhivatalt, a szükséges dokumentumokat, analitikákat, számlákat online is elküldheti. Az eljárás célja, hogy mindenki otthonról kényelmesen intézhesse adóügyeit. Ilyen ellenőrzéseket a Nemzeti Adó és Vámhivatal egyébként országosan már végzett. Ezek az ellenőrzések kevesebb, mint 3 nap alatt lezáródnak. Ugye ezzel a lehetőséggel is könnyítjük az adózóknak azt a fajta ellenőrzési metodikáját, amely ugye megkönnyíti a személyes jelenlétet. Természetesen nem kell a postai költséget vagy a fénymásolási költséget felvállalniuk ezek után.
Ezt a célt szolgálja az ügyfélkapu rendszere is. Idén több mint 4 millió magánszemély helyett a NAV tölti ki a személyi jövedelemadó bevallást. Fontos tudni, hogy a tervezetben az önálló tevékenységekből, lakásértékesítésből vagy ingatlan bérbeadásából származó bevételek nem szerepelnek. Ezeket az adózónak kell feltüntetnie. Hasonló módon kell figyelni a családi kedvezmény megosztott érvényesítésére vonatkozó adatokra, valamint a krónikus betegség vagy a súlyos fogyatékosság után járó adókedvezményekre is. Az ügyfélkapunk keresztül ezek az adatok könnyen pótolhatóak. Nagyon sok esetben a tavalyi évben is tapasztaltuk azt, hogy ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek is szeretnék ezt a bevallási tervezetet megkapni, kitölteni, illetve visszaküldeni a részünkre. Ilyen esetekben, hogyha valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor személyesen a Nemzeti Adóhivatal ügyfélszolgálatán megjelenve megkapja kinyomtatva ezt a bevallás tervezetet. A kollégáink segítenek az esetleges további kitöltésekben, illetve postai úton SMS-ben is kérheti ennek a megküldését. Mindezt március 19-éig tehetik meg. Az ügyfélkapuval rendelkező természetes személyek az adóbevallási tervezetet március 15-től megtekinthetik a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán. Tavaly a 220 ezer személyi jövedelemadó bevallóból több mint 60 ezeren kérték a bevallási tervezetet ügyfélkapun keresztül. A szakemberek szerint ez a szám idén még magasabb lesz. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának határideje 2018. május 22. Bajban a magyar gasztroforradalom. Az országban szinte állandó probléma a vendéglátás területén jelentkező szakemberek hiánya. A KSH 2011 és 2016 közötti adatai szerint közel 5% a vendéglátás területéről elvándoroltak aránya. Krivács András, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke szerint a probléma gyökerei a szakmai tanulmányok minőségére is visszavezethető. Az országban folyamatosan újabb és újabb éttermek nyílnak. Azonban állítólag se szakácsokat, se pincéreket nem lehet találni Magyarországon. A vendéglátásban elterjedt hírek a szakemberek elvándorlására vezeti vissza a szakmai munkaerőhiányt. A KSH adatai szerint a vendégláshoz kapcsolódó foglalkozásokból léptek ki a legnagyobb arányban a külföldi munkavállalás miatt. 2011 és 2016 között a szakácsok, pincérek elvándorlásának aránya évente közel 5% volt. Valóban igaz a hír, egyre nehezebb szakember találni bármilyen pozícióra. Mi azon vagyunk rajta, mint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, hogy azoknak a gyerekeknek, akik pályaválasztás előtt vannak, ők nekik fölnyissuk a tekintetüket, ajánljuk a vendéglátást, ajánljuk a gasztronómiát. Egyébként nagyon keresett szakma, szakács szakma, így visszatérve az előző kérdésre. A világsikerek, amelyet a Vax Globális Év Challenge versenyek jelentenek Magyarországnak, vagy a cukrászversenyek, vagy éppen a Bocuse d'Or, mint egy másik kategória, amely a fine diningot foglalja magába, vagy éppen a közétkeztetési szakmai versenyek. Ezek mind-mind arra hivatottak, és azért is egy nagyon jó, hogy a televízió, a média visszhangjában vannak, hogy azok a gyerekek, akik még nem döntötték el, hogy milyen szakterületet, milyen szakmát választanak, talán pont éppen miatt a szakács szakmát fogják választani. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséget már 4 éve foglalkoztatja annak a problémának a feltárása és megoldása, hogy a fiatalok már pályájuk elején miért ábrándulnak ki és hagyják el a szakmát. Kérném szépen a társszervezeteknek, vagy éppen a minisztériumnak, a kamaráknak a segítségét abba, hogy azokat a fiatalokat, akik szakács képzésre adják a fejüket, vagy felszolgáló képzésre adják a fejüket, olyan minőségi éttermekben, szállodákba helyezzék el, vagy próbálják elhelyezni, ahol tényleg a mai magyar konyha a 21. századi konyhának a megfelelőjével találkoznak, vagy éppen a közétkeztetésben a legmodernebb eszközökkel tudnak dolgozni, ugyanis ezek a gyerekek kijönnek az iskolapadból, becsöppennek a munkavilágába, és egy hónap múlva azt tudatosítják önmagukba, és ezért hagyják el a szakmát, nem tudjuk bekapcsolni a gépeket, nem értünk a modern technológiájához, a technológiai leírásokhoz, nem értjük a receptúrákat, hogy mi miért történik. Itt egy óriási változásra van szükség, amely elindult. A szakemberek szerint csökkentheti a munkaerőhiányt a vendéglátásban, és segítheti a fizetések további emelkedését a januártól életbe lépett újabb áfacsökkentés is. Az áprilisi választásokra és a 2018-as kihívásokra reagált péntek délután a Jobbik sajtótájékoztatóján. A párt szerint a jelenlegi migráns helyzetre nincs valódi megoldás. Európában összesen 1,5 millió migráns kérelme áll elbírálás alatt.
Balczó Zoltán, a Jobbik európai parlamenti képviselője kiemelte, a társadalomban fokozódott a csalódás. Így egy új kormányon a sor, amely nagyobb lehetőséget jelent az emberek számára, mind az egészségügy, az oktatás és a munka területén. A párt programjában tudás alapú társadalomra helyezi a hangsúlyt, amely reagálni tud a 21. század kihívásaira, a devizahitelesek problémájának megoldására is van tervük, és a gyorsított bérfelzárkóztatás is kiemelt szerepet kap. Amit külön kiemelnék, az az egészségügyben dolgozóknak a béremelése, illetve a krónikus betegeknek a gyógyszerár támogatásának a növelése. Fontosnak tartjuk mindenféleképpen például Nyíregyháza esetében a kisvasútnak az újraindítását, az úthálózatnak a modernizálását, hiszen Nyíregyházán azért 300 kilométernyi aszfaltozatlan út van, illetve az oktatásnak a megreformálását. Mindenki tapasztalja, a fiatalok, az oktatásban dolgozók, oktatók, hogy az oktatás milyen helyzetben van. Ez mindenféleképpen meg fogjuk reformálni. A bátor magyar nemzet is évszázadokon át vállalta a nyugat védelmét. Magyarország nélkül a nyugat már rég elbukott és megsemmisült volna. Valójában Magyarország Európa fő védőbástyája volt az iszlámmal szemben, hangsúlyozta Geert Wilders azon a rendhagyó író-olvasó találkozón, amelyen a Halállista, az iszlám háborúja nyugattal és velem című könyvét mutatta be szombaton a Nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. A szerző aktív politikus, a Hollandiai Szabadságpárt vezetője. Nevét akkor ismerte meg a világ, amikor euroszkeptikusként bírálni kezdte az Európai Unió intézményeit és központosító törekvéseit, majd a kontinens védelmében felemelte a szabát az iszlám erőszakos hódítása ellen. Ezzel több iszlám szervezet halállistájára is felkerült, ezért titkos helyeken kell élnie az életét, és a nap 24 órájában vigyáznak rá. Geert Wilders, akinek felesége magyar, hazánkról szólva azt is kiemelte, az Európai Uniót identitásválság taszítja válságba, és erre telepszik rá egy erőszakos hit és politikai irányzat. De optimista vagyok, mert egyre erősödnek azok a pártok, amelyek felismerik a veszélyt és tenni is akarnak ellene. Ebben Magyarországra mind több ember tekint példaként, mondta el az író. Hat gólos győzelmet aratott a Debrecen ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 14-12-es félidő után 29-23-ra verték ellenfelüket. A kisvárda szerdán a Vác csapatát fogadja. Mivel Máté Fieszter szakmai igazgatóval közös megegyezéssel szerződést bontott a kisvárdai klub, az október 20-a óta nyeretlen hazaiak Dévényi Jánossal a kispadon kezdték a mérkőzést. A vendégek lőtték az első két gólt, de a várdaiak fordítottak, és a félidő derekán már 4 góllal is vezettek, végül azonban 2 gólos hazai vezetésnél vonultak pihenőre a csapatok. A második játék részben ismét ellépett ellenfelétől a Tricsuk által vezérelt házigazda, és bár a debreceniek mindent megpróbáltak, 5 perccel a meccs vége előtt 6 gólosra nőtt a különbség, amely meg is maradt a záró dudaszóig, így 29-23-as sikernek örülhettek a kisvárdai szurkolók és játékosok. Nagyon jó mentalitással lépett pályára a csapat. Az elején még a védekezésbe csúsztak hibák, de utána felkeményedtünk, bár kapus teljesítményünk nekünk se volt Isten igazából az első fél időben, de utána azt hiszem, hogy végig uraltuk a mérkőzést, tehát onnantól azt hiszem, nem is volt X se, tehát végig 1-2-3-4 góllal mentünk. A második fél időben Ági a kapuba maga biztosabbá tett bennünket, nagyon keményen jól léptek ki a lányok, illetve nagyon hosszan és fegyelmezetten játszott, tehát ez egy héten elég sokat elszajkóztam, hogy hosszan, gyorsan, labdelőtés nélkül hosszú lefolyású játékokat kérek tőlük, amit most sikerült is megvalósítani, és a türelem rózsát terem alapon azért mindig a végén kicsúszott egy-egy gól, úgyhogy dicséret illeti a csapatot mind a mentalitásért, mint a fegyelmezett játékért. A vendégek edzője szerint a két csapat védekezése közötti különbség döntött el a mérkőzést a hazaiak javára. Szeretnék gratulálni a kisvárdának, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Én azt gondolom, amit a mérkőzés előtt felvázoltam, hogy az a csapat fog győzni, amelyik jobban védekezik, és jobb lesz a kapus teljesítménye is. Azt gondolom, ez a mérkőzés
realizálódott is, a Kisvárda agresszívebben védekezett több fauta, és a kapus teljesítményük is jobb volt, mint a miénk. Támadásban sok technikai hibát védettünk, ami megpecsételte a sorsunkat, és így vereséget szenvedtünk. A forduló további eredményei a következők: Győr-Budaörs 36-23, Érd-Albafehérvár 35-22, Siófok-Békéscsaba 39-29, Dunaújváros-Vác 27-25 és MTK Budapest-Vasas 24-20. A tabella élén a 28 pontos Ferencváros áll megelőzve a 26 pontos Győrt. A Kisvárda 9 ponttal a 10. helyen várja a Vác szerdai vendégjátékát, amelyen már az új edző, a montenegrói Vlatko Djonovic irányítja a csapatot. Egy pontos vereséget szenvedett hazai pályán az éllovas oroszlánytól a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1 B piros csoportjának rangadóján a vendégek 85-84-re győztek a Continental Arénában, és ezzel megerősítették első helyüket a tabellán. A harmadik helyen álló kékcápák szombaton Győrben lépnek pályára. Szép számú közönség előtt kezdte a találkozót a hazai pályán veretlen Nyíregyháza Blue Sharks és az első helyen álló oroszlány. Az első negyedben a hazaiak 10 ponttal elléptek a vendégektől, a negyed végére viszont csak 2 pont maradt az előnyből. A második negyedben ismét 10 pont fölé kúszott a különbség, a nagy szünetre azonban már egyenlő állásnál vonultak le a csapatok. A harmadik negyed végén az oroszlánynál volt az előny, a záró 10 perc így a várakozásoknak megfelelően izgalmasan alakult. Többször is fordult a kocka, 7 másodperccel a meccs vége előtt egy pontos hátránynál támadhattak a cápák, de Busz Iván és Mokánszki Máté dobása is kimaradt, így az oroszlány egy pontos győzelmével elvette a Blue Sharks hazai veretlenségét. 10 ponttal vezettünk, és utána ezt a 10 pontot engedtük, hogy leadjuk. Utána egál mérkőzés volt, ilyenkor szerencsén múlik a győzelem. Fontos szituációkban rossz döntéseket hoztunk, ez volt a vereség oka. Azért büszke vagyok a fiúkra, mert azért itt azért a mi csapatunkban ugye mindenki nyíregyházi, kivéve a Szlidzsánt. Az ellenfél csapatával meg egy darab hazai nevelő játékos nincsen, úgyhogy én azért mi erre büszkék vagyunk, és reméljük, hogy majd a rájátszásban mi fogunk nyerni. A vendégek edzője szerint a gyengébb kezdést követően sokat tettek azért, hogy megnyerjék a találkozót. Túl lágyan, nem elég fizikálisan kezdtük el a mérkőzést. Sajnos kevesen tudtunk edzeni a héten betegségek, sérülés miatt, és ez nagyon meglátszott a kezdésünkön, hogy kiestünk a ritmusból. Be tudtunk hál' Istennek keményedni, utána megtaláltuk azt az ötöst, illetve azt a megfelelő taktikát védekezésben, támadásban és formációt, ami eredményes volt. Úgyhogy ezzel szerencsére vissza tudtunk jönni fél időre egára, úgyhogy kezdhetük előre a mérkőzést. A fél időben sok mindent átbeszéltünk, ez nagyon jól működött a kezdetekben. Utána egy kicsit elmentünk egyéni irányba, volt egy-két felelőtlen megoldás támadásban, amit egyből büntetett a Nyíregyháza, de a másik félidőben sokkal fegyelmezettebbek voltunk minden szinten, mint az elsőben, és nagyon keményen melóztunk a sok hiba ellenére egész mérkőzésen. A forduló további eredményei a következők: Budapesti Honvéd Győr 73-72, Békés Veszprém 70-82, Miskolc Vásárhelyi Kosársuli 104-77 és Bonyhád PVSK 69-67. A tabella élén az oroszlány áll 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 12-4-es mutatóval rendelkező Veszprémet és a 11-5-tel álló Nyíregyházát. A kékcápák a következő fordulóban szombaton Győrben lépnek pályára. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 100 kilométeres menettel emlékeznek a 75 évvel ezelőtti Doni katasztrófára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Immáron 6. alkalommal szervezték meg a kisvárdai honvédsulisok a Doni emléktúrát, ami szombaton indult Nyíregyházáról. A hagyományőrző ruhákba öltözött résztvevők 18 település érintésével 4 nap alatt teszik meg a távot. Kedd délután érkeznek a záróállomásra, Vásárosnaményba. Az emléktúrával a II. Világháborúban a Doni offenzívában elesett 100 000 magyar katonának áll. Emléket. Papírmentes online ellenőrzési rendszert vezetett be a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ez nem kötelező, csak egy lehetőség az adózók számára. A NAV szakemberei az online rendszereket részesítik előnyben a személyi jövedelemadó bevallása során is. Ezért azt javasolják, hogy amennyiben valaki még nem rendelkezik ügyfélkapuval, március 19-ig regisztrálja magát.
Bajban a magyar gasztroforradalom. Az országban szinte állandó probléma a vendéglátás területén jelentkező szakemberek hiánya. A KSA 2011 és 2016 közötti adatai szerint közel 5% a vendéglátás területéről elvándoroltak aránya. Krivács András, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke szerint a probléma gyökerei a szakmai tanulmányok minőségére is visszavezethető. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 29-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik internetes oldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Folytatódik a tavaszias időjárás. Kedden észak felől egy hideg front súrolja térségünket, ezért a magasban holnap már hidegebb, de továbbra is alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban gyengén és közepesen felhős időszakok is területek váltakoznak. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol futózápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Ennyi lesz az éjszaka. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben általában kevés komoly felhő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. A nyugati szél megélénkül, sokfelé megerősödik. Délutára 10 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap már hideg fronti hatás várható térségünkben. Szerdán pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de néhány órára kisüt a nap, a változóan felhőségből nem valószínű csapadék. Csütörtökön markás hideg front éri el észak-nyugat felől térségünket, megvastagszik a felhőzet, egyre több felé elered az eső, késő este havas eső, a hegyekben hó is hullhat. Pénteken is több helyütt várható még csapadék, eső, havas eső, hó vegyesen, de nyugat felől estére már csökken a felhőzet. A hétvégén is változékony időre van kilátás, több helyen csapadékkal, főleg esővel.